Befektetési szakembernek tanult a Külkereskedelmi Főiskolán a Tőzsde Pénzintézeti, majd a Közgazdaságtudományi Egyetemen a Vállalatértékelés és Vezetésszervezés szakirány hallgatója volt. Több évtizedes szakmai tapasztalattal a háta mögött 2008-ban megalapította az Alteót, fő célként egy megújuló és földgáz alapú termelő portfólió kialakítását meghatározva. A társaság 2010-ben jelent meg a budapesti értéktőzsdén, mára pedig már a prémium kategóriában jegyzik a törzs részvényeit. 10 év alatt Magyarország egyik vezető energetikai vállalatává tette az Alteó NRT-t. A társaság 2016-ban nyilvános részvénykibocsátást hajtott végre, amely során közel 1,4 milliárd forintnyi forrást vontak be stratégiai terveik megvalósításához. 2019-ben kétszámjegyű növekedést mutatva 3,78 milliárd forint értékű EBITDA és 25,6 milliárd forintos árbevétel jellemezte a vállalatot. Az Alteó élen jár a megújuló energiák hasznosításában, megújuló erőművi portfóliója mostanra már eléri az 55 megawattot. Továbbá a társaság olyan innovatív ágazatokban is szerepet vállal, mint például a villamosenergia tárolás. A társaság az évek során több fenntarthatósági jelentést is publikált, amelyben összegzi a vállalat azon eredményeit, amelyeket a környezettudatosság, illetve a társadalmi felelősségvállalás jegyében tett. Az Alteónál betöltött vezérigazgatói pozíciójával párhuzamosan 2016 óta már a közel 90 tagvállalatot számláló BCDH, Magyarországi Üzleti Tanácsa Fenntartható Fejlődésért aktív elnöke, amelynek célja a fenntartható fejlődés hazai előremozdítása. 2012 óta működő személyes blogja, a Chicken's Planet révén a fenntarthatóság aktív hazai véleményvezére lett, emellett a médiában is rendszeresen szólal fel fenntarthatósági témákban. 2019-től a világ egyik legnagyobb gyermekjóléti szervezete hazai képviselőjének, az UNICEF Magyarországnak a felügyelő bizottsági tagja. 2019-ben a Volkswagen kék innovációs különdíjat az Alteó NRT vezérigazgatója, ifjabb Csikán Attila kapja.